Köszöntöm a kedves nézőket, művészet és gazdaság, ez lesz majd a műsor második felében, mert hogy itt lesz a megyénk év vállalkozója, és vele beszélgetek majd, előtte pedig oktatás és gazdaság, nem véletlenül mondtam így. Köszöntöm a stúdióban a Neumann János Egyetem gazdálkodási karának dékánját, dr. Szabó Attilát. Az apropó, amiről miatt beszélgetünk, mert hogy szolnoki befektetői üzleti konferencia és partner találkozó lesz december 6-án nyílt nappal egybekötve. Kiknek lesz ez a konferencia találkozó? Köszöntöm a nézőket, és köszönjük a lehetőséget, hogy beszámolhatunk a konferenciáról. A nyílt nap ugye korábban jártunk itt hallgatómmal, és ugye december 6-án tartja a gazdálkodási a nyílt napot. Amiért most itt vagyok, az pedig az, hogy ezt az üzleti, befektető üzleti konferenciáról tájékoztassam a nézőket, érdeklődőket. Ugye Szolnokon 2017. március 17-én alakult egy paktum, foglalkoztatási paktum szervezet, amelynek a vezetője Szolnok megyei jogú város, és ehhez csatlakoztak társ szervezetek. Jelenleg 28 tagja van a paktumnak, és nagyjából 70 tag vesz részt aktívan abban, hogy ez az Európai Uniós pályázat, topos pályázatból sikeres eredményeket érjen el a város és a régió. Ugye ennek egyik ilyen állomása ez a konferencia, ahol itt lesznek majd a résztvevők, a gazdaság szereplői, a politika, az oktatási intézmények, és azért mondom, hogy intézmények, mert ugye a középiskolák és a felsőoktatás részéről is. Egy felsőoktatási intézmény mit tud hozzátenni azon túl, hogy természetesen nem ez a lényeg, hogy ad helyet, hanem tartalmilag egy ilyen paktumhoz, a vállalkozás fejlesztéshez? Ugye a felsőoktatási intézmények mondjuk azt a felsőfokú végzettség, tehát egy munkahely, egy munkaerő piaci szereplőnél mi vagyunk azok, vagy egy felsőoktatás, aki a középszintű vagy felsővezető képzésével kell, hogy foglalkozzon. Ehhez a mi egyetemünk, a Neumann János Egyetem, úgy itt a régióban, illetve a teljes egyetem az öt karával együtt igyekszik az összes képzési portfóliával ennek a feladatnak megfelelni. Mi itt helyben Szolnokon, ugye a gazdálkodási karral, jellemzően a gazdálkodás tudomány területén, kereskedelem, marketing, turizmus, vendéglátás, pénzügy, számvitel. A nézők gondolom mindegyikre fölkapják a fejüket, gyakorlatilag ugye ezek jelenleg ott tartunk, hogy szép lassan hiány szakmáknak minősülnek. Tehát mind a vállalkozói oldal, mind a munkaerő oldal keresi a jól képzett szakembereket. Ehhez próbál az egyetem megfelelő gyakorlatias jelleggel képzést biztosítani. Akkor most itt igazából azt a kérdést feltenni, bár felteszem és majd mondom is, hogy miért, hogy egy oktatási intézménynek mennyire kell figyelni és figyelik-e, hogy hol van hiány szakma, mert ugye mondjuk kereskedelem marketingen belül, vagy akár melyik más szakot, hogy említjük, ugye elhangzott itt, hogy egyre inkább hiány szakmák, de hogy itt a cizellációk meglegyenek, tehát azért alkalmazkodni kell a munkaerőpiachoz. Mindenféleképpen. Ez egyébként egyfajta problémája a felsőoktatásnak, hogy az alapképzés, mesterképzés egy akkreditált folyamat részeként indíthatja el egy egyetem. Ez egy elég merev, rigid rendszer, tehát az alapképzést nézzük, 7 fél év után kerül ki gyakorlattal, diplomával valaki. Ugye ez azt jelenti, hogy legalább 4 év a kifutási idő, ez alatt nem nagyon tudunk belenyúlni a rendszerben. Amit tudunk finomítani, azok a szakirányok, vagy specializációk, vagy modulok, ezt egyetemenként másképp hívják, ott tudunk az alapszakhoz illeszkedően olyat kínálni, nyújtani, változtatni, amire igény van a vállalkozóknak, igény van a munkaerőpiacon. Talán amiben mi rugalmasabbak tudunk lenni, igaz szűkítve a saját piacunkat, lehetőségünket, a már diplomásoknak tudunk másfél-kétfél éves, nagyon gyors, célirányos, szakirányú továbbképzéseket, azaz másoddiplomás képzéseket nyújtani. Ugye lesz ez a konferencia, itt van ez a paktum. Mennyire jó a kapcsolat, és megint akkor értelemszerűen picit hazabeszéljünk a szolnoki karnak, de hát akár az egyetemet is, hogyha veszem, a város vezetéssel, a gazdaság szereplőivel a kapcsolata. Mennyire tud ez működőképes lenni? Azt gondolom, hogy mind Kecskeméten, mind itt Szolnokon, mind az egyetem vezetői, dékánok, dékánasszony, mindenki arra törekszik, hogy a saját régiójában, területén ezek a kapcsolatok élők legyenek, támogató jellegűek. Én itt Szolnokon maximálisan együttműködünk az önkormányzattal, nagyon jó a kapcsolat, illetve az, hogy mi ennek a paktumnak a részesei vagyunk, és egyáltalán, hogy konferencia van, ugye azt mutatja, hogy másfél év telt el gyakorlatilag a paktum megalakulása óta, most már vannak olyan eredmények,
amiről egy ilyen konferencia keretében számot tud adni a felszólalók, a meghívott vendégek, és ahogy te is mondtad, ugye itt egészen a középszintű szakképzéstől a felsőfokú képzésig, illetve a vállalkozói oldal igényei. Tehát itt az a jó ebben a paktumban, ebben a szövetségben, hogy időről időre nagyon sűrűn találkozunk egymással, és végre face to face tudom én azt hallani, hallgatni, hogy milyen igény van arra, mit képezzünk. Tehát nekem az a fontos, hogy a felsőoktatásnak, hogy mondják meg, hogy mire van szükség, akkor próbálunk ahhoz programot, oktatási módszert keresni, hogy ebben a rettentő felgyorsult világban, rendkívül nagy munkaerőhiány mellett, minél gyorsabban, de azért tartalmas és olyan diplomát tudjunk kiadni, vagy végzettséget, ami megállja a helyét a munkaerőpiacon. A beszélgetés elején volt egy ilyen fél mondat, amire én nem felkaptam a fejem, nem tudtam, hogy vissza fogok térni, hogy a Neumann János Egyetem egésze, illetve a sok kar, a dékánok és mindenki azon dolgozik, hogy. Na most jön a kérdés, ugye van egy olyan előadás, vagy lesz egy olyan előadás, hogy az egyetem a térség vállalkozás fejlesztési központja. Hol tartunk ebben az, vagy ezen az úton? Én azt gondolom, hogy már a jogelőd szervezetnél a szolnoki főiskola, tehát hogyha a Szolnokon vagyunk, beszéljünk először saját házunk tájáról, ott ez a fajta kapcsolatfelvétel, látva, hogy a munkaerőpiac milyen komoly átalakulások vannak, ugye maga a digitalizáció, az internet, stb. Nagyon fölgyorsul minden, ott már mi nyitottunk a vállalkozók felé, bekapcsolódtunk 2017-ben, mi is paktum szervezeti tagok lettünk, és én azt gondolom, rektorasszony Hajler Piroska az előadásában erre fog rámutatni, hogy úgy gondolom, hogy az alapokat letettük, és mostantól jön az a munka, amivel meg kell tölteni tartalommal, hogy ténylegesen Szolnok életét, az itt működő gazdálkodási kar, kvázi mint egy kis inkubátorház, a vállalkozásfejlesztést mindenféleképpen szolgálni tudja. Hát akkor én sok sikert kívánok ehhez a munkához, amit említett, és ne felejtsük, akkor december 6-án nyílt nap is lesz, ahova pedig elsősorban a középiskolák diákjait. Igen, várják. Őket várjuk, és látják azt, hogy egyetemünk amellett, hogy oktatási intézmény, és nagyon fontos a beiskolázás, de egyben ugye milyen fontos szerepe van, hogy konferenciának adhatunk helyt, ami például az ő jövőjüket, az állás lehetőségüket itt akár a régióban és Szolnokon megoldhatja. Köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézők, a folytatásban pedig, ahogy említettem, most igazándiból oktatás és gazdaság volt, most jöjjön a művészet és gazdaság, hogy hogyan kapcsolódik össze, ez mindjárt kiderül, mert hogy az idei megyei top 50 díját adón az év vállalkozása itt a megyénkben, a Szolnoki Jelmezárt Kft. Lett. Most mielőtt beszélgetünk, először nézzük meg, hogy ki is, mi is ez a Jelmezárt Kft. A világ 12 országának híres színpadjain megjelennek az általunk készített jelmezek, és így híres produkciókban hagyjuk ott kéznyomunkat. Utazásaink során új színházakat és operaházakat ismerjük meg, általuk tapasztalatokat szerzünk és ezeket hasznosítjuk a munkánk során. Egyedi és különleges jelmezeket készítünk, melyekhez a régi szakmai tudásom mellé új technológiákat is alkalmazunk. Fontos számunkra, hogy a fiataloknak átadjuk tapasztalatainkat és a szakma szépségét megszeretessük. A sok munka mellett próbálunk időt szakítani a közös kikapcsolódásra, és mint például bringázás, sütögetés, családi napok, csapatépítési programok. Find gold, need plenty of souls, and everyone needs that separate goal. This path makes me inspired, they have the flames that light up my... A Jelmezárt Kft. Már 23 éves múltra tekint vissza, és igazából világszerte ismerik, ezt ma már kimondhatjuk, és nem csak a kultúra, hanem a sport területén is letette a névjegyét, de erről majd később. Hát köszöntöm a stúdió vendégeit, gratulálok nektek, Debrecen Ildikónak, a tulajdonos ügyvezetőnek, Jakus Anitának pedig a projektmenedzsernek. Én azt gondolom, hogy a megyében az év vállalkozásának lenni, ez az ember kihúzhatja magát. Az, hogy örömmel töltött el benneteket, ebbe biztos vagyok, de gondoltátok volna x évvel ezelőtt?
Hát én nagyon-nagyon büszke vagyok erre a díjra, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 23 éves múltunknak egy csodálatos gyümölcsét szakíthattuk le, úgymond. Nagyon kemény munka van e mögött a díj mögött, és fantasztikus kollégákkal vagyok körülvéve, és ez mind bizonyítéka annak, hogy ma már egy 50 fős létszámmal büszkélkedhetünk a jelmezetkel. Mennyivel indult? 3 fővel indultunk ebben a vállalkozásban. És amikor indult, nem véletlen kérdezem, és majd a kontrasztot összehozni, ugye a jelmezkészítés volt akkor is, hány színháznak, hány helyre? Hát ugye annak idején a Szigligeti Színházból indult ez az egész történet, annak idején Svajda György igazgató volt az, aki egy kicsit a színháznak a gazdasági struktúráját átkonvertálta, és igazából mindannyiunkat vállalkozásba helyezett ki, hogy szép szóval fogalmazzak, akkor ezt ugye kényszervállalkozásnak hívták. Én azt gondolom, hogy ez a mai világban, és visszagondolva így erre a sok-sok évre, nekünk ez nagyon pozitívan értékelhető. Igen, annak idején Szolnoki Szigligeti Színházba készítettünk minden produkciót, jelen pillanatban is, és emellett még nagyon sok számos országba és városba. Na tessék, most jön az, ami miatt elkérdeztem, hogy az egy színházból hova jutottunk, most merre felé, és én mondtam, hogy világszerte. Hány helyen dolgoztok? Akár melyikőtök mondhatja igazából. Igen, hát volt egy nagy áttörés annak idején, 13 évvel ezelőtt. Az Ármel Opera Fesztivál megkeresett, hogy vállaljak el egy 3 éves keretszerződésen belül 15 produkciót. És igazából ezt, mint finanszírozás is elindítottam. Ebből ma már a cégünknek a 75%-a árbevételünk most már külföldi forrásokból származik, és igazából nagyon-nagyon sok országba dolgozunk. Na mindjárt Anita nagyon sokat jár külföldre, és ebből nagyon merre felé jártatok, egyrészt munkaügyben, ahol már konkrét munka van, másrészt pedig, ahol elő kellett készíteni a munkát. Igen, én akkor csatlakoztam a céghez, amikor Ildikó ezt a szponzorációs szerződést igazából megkötötte az Ármellel, és ezáltal juthatott ki a cég az ország határain kívülre, és mutathatta meg ezeket a jelmezeket, amiket itt készítenek Szolnokon a világ nagy színpadjain, hogy végül is milyen remekek, és milyen jól helytállnak. Ekkor kezdődött el, ugye 3 év alatt minden évben 5 különböző országban jutott el a Jelmezart Kft. Által gyártott jelmezek, és azóta még további országokba, úgyhogy már mondhatjuk, hogy 12 országban dolgozunk. De hol konkrét nézzük? Konkrétan Amerikában. Nagyon sok partnerünk van Ausztriában, Németországban, Norvégiában, Svájcban, Dániában, Írországban, Angliában, az Egyesült Államokban. Ezek kisi színházak, vagy nagy színházak, kis produkciók, nagy produkciók? Hát azért egy Staatsoper, egy New York City operaház, tehát azért ezek többségében nagy produkciók. Azért még azt hozzá kell tegyem, hogy igazából számos szebbnél szebb feladat, tehát az, hogy mi a szakmánkat meg tudtuk úgy őrizni, ezt a színházi jelmezkészítést, azáltal, hogy ennyire sok szép feladatunk van, én azt gondolom, hogy ez a fiataloknak is egy előremutató, is egy jövőkép lehet, és nagyon, nagyon büszkék vagyunk rá, és én büszke vagyok erre. Mennyi jelmez készül egy évben? Azért ez is egy mutató lehet. Változó, ugye, mint ahogy a produkciók is változnak minden színházban. Ugye vannak olyan produkciók, amelyekben a főszereplők, illetve a szereplők csak kevesebb számban vannak, van viszont, ahol kiegészül tánckarral, kórussal, akár a zenekarral is. Úgyhogy van olyan produkció, ahova mondjuk csak 10 jelmezt készítünk, de van olyan is, ahová 200 jelmezt. Tehát egy előadáshoz 200 jelmez. Így van, egy évben körülbelül 30 produkcióhoz készítünk jelmezeket, és ehhez ugye hát ha most nem is a 200-zal szorzom, de ha mondjuk egy köztes utat nézek, egy 100-at, akkor ez több ezer, jelmez per év. Vannak-e olyan, a Szigligeti Színházat ugye azt értelemszerűen említettük is, hogy a kapcsolat megvan, de olyan csapatok, akikkel most már mondhatjuk, hogy talán a kezdetek óta, évek óta, évtizedek óta együtt dolgoztok? Igen, hát ugye a New York City Opera ház az most már 13 éves partner, Grácsban például közbeszerzési pályázaton nyertünk el jelmezkészítést, és mondhatnám ezt Bécsre is, Staatsoper, illetve még Theater an der Wien, tehát Bécsben is rengeteg feladatunk van. Nagyon büszke vagyok arra, hogy
hogy most az idén elnyertük a Magyar Állami Operaháznak a jelmezkészítését, de mind külsős cég formájában. De ez is egy nagyon nagy kihívás lesz számunkra, és főleg, hogy itthon vagyunk, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Experidence-ét tudom, hogy a szívünk csücske, mert Szolnokról tudom, hogy a nagy a barátság is, és a kapcsolat is olyan. Tehát hála Istennek, hogy nagyon sok ilyen kapcsolat van. És van néhány babánk, picikét gyertek közelebb, és beszélgessünk erről. Mutassuk be őket, itt nem is tudom, hogy melyik őtök lesz. Mielőtt bemutatnánk a jelmezeket, csak azt szeretném elmondani, hogy ezek ugye nem a Jelmezart Kft. Jelmezei, mert mint a Jelmezart Kft. Készítette, viszont nem a mi tulajdonunkban van. Ugyanis mi ugye eladásra, úgymond eladásra készítjük a jelmezeket, tehát ezek a jelmezek a Szigligeti Színház tulajdonában állnak, az ő jelmezei, így van, illetve megy. Más esetben, ahová mennek. Ezek itt megvalósult produkcióknak a jelmezei. Itt, ami melletted van például, ez az arany rokokó ruha, őt Schnell Ádám viselte az Árvány és Szerelemben. Szakás Györgyi volt a jelmez tervezője, mint a mellette látható ruhának is, melyet Radó Dönéz viselt, ugyanabban a produkcióban. Illetve van még itt másik két szintén rokokó jelmez, amely a Mirandolina produkciónak a jelmezei voltak. A férfi ruhát Molnár László viselte, a nőit pedig Molnár Niki, és ennek a jelmeztervező egyébként Ildikó volt, Debreceni Ildikó. Jó, hogy ezzel adtad át itt a végszót. Amikor tervezel egy jelmezt, vagy terveztek, mennyire van a fantáziátok úgy szabadjára engedve? Tudom, egy csomó kötöttség van benne, mert az adott kort figyelni kell, a rendező utasítást, de egyébként? Hát egyébként én nagyon keveset vállalok már ilyen feladatot, mert a cégvezetés azért nem annyira összeegyeztethető azzal, hogy az embernek vannak művészi gondolatai, és egy kicsit ugye ebbe el kell jobban mélyülni, magányra, csöndre, alkotó időre van szükség ahhoz, hogy ezt az ember így megálmodja és kivitelezze. Hát igen, jó, szabadjára lehet engedni. Szabadjára lehet valóban, és hát tényleg boldogság az is, hogyha az ember kap ilyen feladatot. De elsősorban már cégvezető lettem is. Na de mielőtt a beszélgetést folytatjuk, én mondtam a beszélgetés elején, hogy a sport területén is letette a névjegyét a Jelmezárt Kft., hogy pontosan mire gondolok, egy kis filmmel vezessük fel. Thank you.
Természetoperaháza, Tour de Opera, Bót Opera is még sorolhatnám. Hát most már 4 napos ez a fesztivál, az évek alatt jó, kinőtte magát. A fesztivál is szívecsücske. Nagyon. Igen, hát ugye a családommal beleszerettünk annak idején a Tiszatóba, és ugye nyughatatlan ember lévén is vannak ezek a csodálatos külföldi munkáink, főleg ugye operaházakban. Egyszerűen ott megálmodtam a természet operaházát, és egy kicsit ugye összehangolva a sporttal. A legelső ott létünk, az ugye arról szólt, hogy a cégemet elvittem egy csapatépítésre, és körbe bicikliztük a Tisza tavat, ami 67 kilométeres csodálatos aszfaltos út, és 3 szolnoki, a Bartók Béla Kamara kórust, és még 2 nagyon híres operaénekest oda állítottunk a pontokra, és ez volt a programunk, és ebből egy hagyományt teremtő szándékkal próbáltam valamit így a csapatommal összehozni, és abból már a 47 főből az idén 3800-an voltak, úgyhogy szépen. És ugye azért mondtam a bót, a túr és az egyéb, mert ugye az első nap most már családi piknik van, családokat hívtak, a második nap van egy nagy színházi produkció, itt mindig valami különlegesség van egyébként már önmagában, itt és a kerékpár, a hajózás, milyen neves előadók jönnek, mert most már itt is szerintem több mint 100-at tudnánk felsorolni az évek alatt. Így van, az évek alatt nagyon sok művész fordult már meg nálunk a Természet Operaháza Tiszatavi Fesztiválon. Különböző tematikájúak ugye a napok, a csütörtök, a péntek, szombat és a vasárnap. A péntekünk egy a gála koncertünk, ahol már felépett ugye Miklós Erika operaénekes, Molnár Levente operaénekes, az Experidance Production, és még számos Lajkó nagy... Lajkó Félix, annyi mindenkit lehetne sorolni, tényleg. Így van, a virtuózoknak a művészeit, a kis tehetségeit, fiatal tehetségeit minden évben meg szoktuk mutatni, nagyon Paja fontos. Most Szent Martinnak volt egy gyönyörű kis mini koncertje a Tiszató vízén. Igen, konkrétan. Ez azért érdemes hangsúlyozni, mert hogy a Tiszatavon csónakban és körben a nézők, hát szerintem milyen világpremier. Igen, tehát ennek a fesztiválnak az is a különlegessége, hogy nem csak a résztvevőknek nyújtunk különleges élményt, hanem magának a fellépőknek is, ugyanis még nem fordult meg szerintem egy hárfa művésszel sem, hogy éppen egy zsilipnek a tetején adjon koncertet, viszont miközben nagyon élvezik. Nézik. Igen, és imádták, és ugyanúgy, mint ahogy a nézők, akik nem számoltak azzal, hogy éppen csónakáznak a Tiszatavon, és átmennek egy zsilipnek a zsilip alatt, és ott megszólal egyszer csak egy gyönyörű, szép klasszikus zene. Az nagyon-nagyon fontos a számomra, hogy úgy mutassuk meg ezt a műfajt, hogy egy kicsit könnyedebben, tehát nem a műfajhoz van hozzányúlva, hanem egy kicsit a természettel kooperáltunk, és a természetben próbáljuk megmutatni ezt a műfajt, és úgy tűnik, hogy van rá igény, és nagyon szeretik. És a nemzetközi kapcsolatok már ugye ennél a Természet Operaházánál is már előjöttek, mert hát olyan vendégeitek voltak, hogy csak na. Igen, hát sikerült elcsalnunk a New York City Operaház igazgatónkat, Michael Capassót, illetve a bergeni Norvég Operaház igazgatónőjét, a Mary Millert. Hát bízunk benne, hogy egyre többen fognak jönni a külföldi kapcsolatainkból is, és meg tudjuk mutatni nekik is, hogy milyen gyönyörűséges Magyarországunk van. És ha már bemutatni, például a Partitúra, a Duna Televíziónak van egy ilyen sorozata, legutóbb egyébként Szolnokon forgattak, de az első forgatásuk az itt volt nálatok. Igen, igen, az idén egy 15 fő stábbal megjelent a Partitúra Duna TV-s, tehát ez egy teljesen új kezdeményezés, és ennek az első 5 adásában mi részt vehettünk. Egy 15 fős stáb forgatott Miklós Erikával és Batta András professzorúrral, ők voltak a műsorvezetők, és nagyon nagy dolog volt, hogy ez a kis pici fesztivál, ahogy elindult, ez megjelenhetett így a televízióba és a médiába, hogy egyáltalán tudnak rólunk, és létezünk, és boldogok vagyunk. És hát zárjuk azzal a beszélgetést, hogy nincs megállj, jön 2019, lesz. Természetesen lesz, idén sem, vagy jövőre sem maradhat el, mert szervezzük a programokat, mert készülünk nagyon sok újdonsággal a résztvevőknek, úgyhogy 2019. július utolsó hétvégén is várjuk a Tiszatóhoz minden érdeklődőt. Én ott leszek, ezt megígérem nektek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hát még egyszer gratulálok ehhez a megtisztelő, és én azt gondolom, hogy megérdemelt díjhoz. Köszönjük szépen.
Kedves nézők, mi pedig zárjuk akkor a mai napra készt. Én megköszönöm figyelmüket, találkozunk legközelebb is, viszontlátásra!